Sport, kultúra, oktatás, nagyon szerteágazó adács érdeklődési köre. Szabó Zsolt a térség országgyűlési képviselője legutóbbi ott létekor nem csak a település vezetőségével, de a civil szervezetek tagjaival is találkozott. Sokan nem tudják, hogy Adácson olyan civil szervezetek vannak, amelyek vezetők messze térségben is. Szeretnénk utalni például a Birkózó klubra. Heves megyében 2 ilyen Birkózó klub van, az egyik Egerben, a másik Adácson. Adácson nagyon sok gyermek jár, ifjúsági kategóriába országos versenyeket nyernek, sőt világ, tehát nemzetközi megmérettetésben is ott vannak, hiszen válogatott tag is van közöttük. Az Adácsi Birkózó klubnak 28 igazolt versenyzője van, körülbelül 20 fő az, aki igazán aktív. A legfiatalabb versenyző 5 éves, még csak nagycsoportos óvodás, a legidősebb az egyesület vezetője Kobzi József, aki már 63 éves és jelenleg is aktív versenyző. A sport mellett a kultúrára is nagy hangsúlyt fektetnek Adácson. Itt vannak az étások, amely szervezet a falusi civil színjátszók között, az egyik legerősebb országosan is elismert, határon innen és határon túl is, mert a magyar nyelvterület valamennyi területén folyamatosan fellépnek, darabokat tanulnak be. Az Adácsi Veterán Baráti Egyesület veterán bőrzét tart 2021-től márciustól októberig minden hónapban, mely az ország második legnagyobb bőrzéjében nőtte ki magát. Falunapokra szoktak járni, mindenhol szívesen látják őket, 28 tagja van jelenleg az egyesületnek. A Veterán Autóklub a környék egyik legerősebb ilyen jellegű szervezete, nagyon sok tagja van, nagyon sok gyönyörű régi autóval rendelkeznek, és nagyon büszkék arra, amit tesznek. Ők maguk szerelnek, építenek, raknak össze, hoznak forgalomba, és mennek és bemutatják többféle formátumban. A településen polgárőrség is működik, amit Nagy István és Balogh Zoltán hozott létre 1996-ban. 2010-ben az Országos Polgárőr Szövetségtől elismerő oklevelet kaptak. 125 fő volt a legnagyobb létszámuk, jelenleg 70-en vannak. A polgárőrök is nagyon jól működnek, elég sokszor adnak szolgálatot, és a falunak a védelmét az éjszakákban biztosítják. Az idősek nappali ellátója maradt a program végére, ahol a tagok egy kis kedvességgel várták a képviselőt. Nagyon finom réteseket kaptunk, mindig olyan finoman sütik ezeket, nagyon finom palacsintát kaptunk, egy szóval jó tartottak bennünket, utoljára jöttünk erre a helyre, de talán degeszre itt tettük igazából magunkat, és ez egy nagyon pozitív dolog volt. A civil szervezeteknél mindig vannak újabb tervek, amihez támogatást is kapnak. A mai napnak nagyon értékes pillanatai voltak, mivel hogy tudtunk beszélgetni a falu jövőjéről, a falu múltjáról, és emberek nagyon jó szájízzel vették azt, hogy a képviselő úr meglátogott bennünket. Adács egy virágzó és fejlődő település, a civil szervezetek mindegyike aktív részese a mindennapoknak, akik más településekre, sőt más országokba is viszik a község hírnevét.